Mi mind egy buborékban élünk. A buboréknak az a tulajdonsága, hogy többé-kevésbé átlátszó, ezért nem mindig tudjuk, hogy benne vagyunk. De amikor megpróbáljuk elhagyni, akkor néha visszatarthat a fala. Hogyha ti elhagyhatnátok a buborékotokat, merre indulnátok, mi az, amiben fejlődnétek? Mostanában mindjárt élünk egy digitális életet is, mindannyiunknak van valamilyen digitális perszónája is. Hányan vannak a közönség közül, akiknek van valamilyen Facebook accountja például? És használjátok is? Igen, gondoltam. Körbevesznek minket ezek az alkalmazások, ezek a tartalmak, és folyamatosan kapunk tőlünk mindenfajta információt, és ez befolyásolja a mindennapi életünket is. Viszont ez azt is jelenti, hogy mindig ugyanazt látjuk egy idő után. De ha belegondolunk, hogy ez mennyire befolyásolja a mindennapjainkat, akkor van egy pár félelmetes statisztikám számotokra. Egy ember egy átlagos élet alatt körülbelül 6 évet fog online eltölteni, ebből több mint egy évet különböző szociális médián, és legalább egy fél évet különböző híreket, online tartalmakat olvasva. Viszont volt már olyan érzésetek, hogy ezt már láttátok valahol? Nekem nagyon sokszor. Én úgy érzem, hogy amikor valamit olvasok, valamit nézek, akkor az algoritmusok csak a profilomra, a preferenciáimra kíváncsiak, de azt nem kérdezik meg tőlem, hogy mi az, ami felé fejlődni szeretnék, hogy mi ez az újdonság, ami majd egyszer érdekel. Ez azért van, mert a logika, ami beléjük van építve, a statikus, és ez megakadályozhat engem is a fejlődésben. De mit tehetünk, hogyha nem akarjuk, hogy ezek az algoritmusok visszatartsanak minket? A legegyszerűbb, hogyha figyelmen kívül hagyjuk, vagy blokkoljuk, de ettől még nem léphetünk előre, ettől még nem változik semmi. Van egy ismerősöm, akit annyira zavarta, hogy folyamatosan ugyanazokat a tartalmakat kapta, hogy épített egy kis programot, ami állandóan ellentétes információkat adott vissza a rendszerbe, megzavarva ezzel, és ezért nem tudták, hogy pontosan milyen reklámot is adjanak neki. De mi van, hogyha nem vagyunk programozó zsenik, és mégis szeretnénk ezen változtatni? Nekem az egyik fájdalmas pontom az az, hogy be kell, hogy valljam, én sorozatfüggő vagyok. Nem tudom, hogy ki szereti a Trónok harcát. Mások esetleg, nem tudom, a barátok között, mindenkinek megvan a maga gyengesége. És ez nyilvánvalóan egy minta. Mintát követünk. Nekem tetszik valami, megnézem, majd rákattintok a következőre és a következőre. És így veszik el egy estém. De nektek megsugom néha hétvégén is. Értem én, hogy megváltoztatni ezeket a szokásokat nagyon nehéz. Az én módszerem erre mindig az volt, hogy valamilyen új helyzetbe kerítettem magamat. Ezt például kétféleképpen gondolom, hogy meg lehetne változtatni. Az egyik az, hogyha valaki noszogat arra, hogy valamilyen teljesen más dolgot csináljak helyette, menjek ki a szabadba, tanuljak valamit. De mi van, hogyha igazából én szeretek sorozatokat nézni, és úgy érzem, hogy ez még mindig része lehet az életemnek. Akkor arra gondolok, hogy valaki, aki nálam sokkal sikeresebb, vajon amikor pihen és kikapcsolódik, mit néz? Nem tudom, a közönségből ki ismeri Elon Muskot, én őt nagyon szeretem, és néha elgondolkodom, hogy ő vajon mit nézhet. Szerintem valamilyen dokumentumfilmet, de valami nagyon klasszát. Szóval az én megoldásom eddig mindig az volt, hogy megpróbáltam magam egy új helyzetbe belekeríteni, ami néha kellemetlen, kényelmetlen, idegen, új volt. Így történt, hogy egyszer feladtam a kényelmes banki állásomat, mert szerettem volna egy MBA-t tanulni. Találtam egy ösztöndíjat, Dél-Koreában, egy amerikai egyetemen, amit az MIT-vel közösen szerveztek. Felkészültem az interjúra, és szerencsésen nőként, elsőként sikerült ezt megnyernem.
Megkérdezték tőlem az interjún, hogy mi van, hogyha nem szeretnénk, hogy pénzügyel foglalkozz. Mondtam, hogy akkor valami más csinálok. Én rugalmas vagyok. És így léptem, ugrottam, repültem egy új világba, ami félelmetes volt, és meg kellett tanulnom egy csomó új dolgot. Például, hogyan élvezzem a whisky kólát szárított polippal, miközben a háttérben a K-pop zene szól, illetve megtanulni azokat a szavakat és megkülönböztetni őket, amik az első másfél évben körülbelül ugyanúgy hangzottak. És gondoltam, hogy készítek nektek egy példát ide. Ha megkérdezték tőlem, hogy hány éves vagyok, azt mondtam, Sippal. Persze ez nem igaz. Hogyha valakinek tetszett a cipőm és meg akarta dicsérni, azt mondta, Simbál. De amit soha nem akartatok hallani, az az, hogyha valaki azt mondta, hogy Sibál. Szóval innen is látszik, hogy nem olyan egyszerű megkülönböztetni, amikor egy fiatal, csinos nő cipőjét megdicsérik, attól, hogyha valakit melegebb égtájakra küldenek el kóraiul. Persze emellett megtanultam különböző nemzetekkel együtt dolgozni, és összekeverni az analitikus pénzügyi tudásomat a kreativitással. A technológiával kezdtem el foglalkozni, alkalmazásokkal és mobilokkal. Ez egy nagyon érdekes világ volt. Később egy újabb lépést kellett tennem. Úgy döntöttem, hogy elkísérem akkori páromat egy másik országba. Tele voltam várakozással, izgalommal. Ez azzal járt, hogy fel kellett mondanom, majd újra jelentkeznem ugyanahhoz a vállalathoz, csak egy másik országban. Zajlottak az interjúk, az e-mailezgetések, megérkeztem, és próbáltam őket elérni, a kontaktomat, és hirtelen síri csend lett. Voltatok már fekete listán? Mert én igen. Mert vannak olyan kultúrák, ahol nem feltétlenül engedik meg azt, hogy te döntsd el, hogy mi legyen a jövőd. Persze szerencsére ez egy vidám történet, mert megbocsájtottak, és újra felvették a telefont, és újra kaptam egy e-mailt, egy kis idővel később, és elkezdődött egy új életem. De ezzel azt akartam demonstrálni, hogy néha, hogyha valamit változtatsz, hogyha kilépsz a komfortzónádból, akkor rövid távon ennek lehetnek negatív következményei is, csak hinned kell benne, hogy hosszú távon a jó döntést hoztad. Nézd magadba, valószínűleg neked is van egy olyan szokásod, vagy egy olyan tudásod, amin szeretnél változtatni, vagy a tudásodat kicsit kifoldozni. Most nézz a jövődbe, és gondolj bele, hogy mit szeretnél tenni ahhoz, hogy jobbnak tűnjön, hogy egyre jobb legyen. Van a buboréknak egy másik tulajdonsága is, az pedig az, hogy mivel többé-kevésbé átlátszó, és ha sikerül áttörni a falán, akkor nem mindig veszed észre, hogy elhagytad. Így történt velem is, hogy én nagyon féltem a nyilvános beszédtől, ezért elvégeztem egy tanfolyamot, sikeresen letettem a záróvizsgát, a záróbeszédet, és mondtam, tegnap, vagy egy pár nappal ezelőtt gondoltam bele, hogy ez azóta a második tett beszédem. Tehát néha elhagyhatod azt a buborékot, és csak később veszed észre, mi is történt. De én megértem, hogy nem ilyen könnyű azért ezeket a lépéseket megtenni, főleg a legelsőt, és mindenki azt kívánja, bárcsak egyszerűbb lenne, bárcsak lenne egy iránymutatás, bárcsak lenne valaki, aki segít. Ezen kívül vannak pragmatikus okai, amiért valaki nem tud fejlődni. Például nem mindenkinek van lehetősége utazni, nem mindenkinek van ideje valamilyen új tanfolyamot elvégezni. Szerencsére ma már az interneten szinte mindenhez hozzáférhetünk. Azért nem kell, hogy gátat szabjon semmi a fejlődésünknek. Mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy lenne egy alkalmazás, ami segítene bármelyik irányba elindulni a fejlődésedben. Mi lenne, ha lenne egy alkalmazás, ami mint egy térkép
feltérképezné a tulajdonságaidat, és segítene elindulni. Én valahogy úgy képzelem el, mint a Zelda játék térképét, lehet, hogy vannak közöttetek játékosok, lehet, hogy nem, ez egy játéknak a térképe, és a különböző utak különböző tulajdonságokat jelentenének. Ezt úgy raknám össze, hogy lenne egy pszichometriai teszt, ami felméri a belső készségeidet, belső tulajdonságaidat. Ezt nagyon egyszerű manapság megtenni, például az önbizalmat, a vezetői készséget, és így tovább. És megkérdezné tőled, hogy ki az ideálod. Milyen technikai, szakmai tudást szeretnél elérni? Például, hogyha a fizika érdekel, mondhatnád azt, hogy Einstein az én ideálom. Hogyha a kémia, akkor Marie Curie. Ha politika, akkor erre nem fogok példát mondani. És mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy az alkalmazás létezik? És én úgy neveztem el, hogy Better Me. Lenne egy avatárod, egy digitális avatárod, amit te alakítasz ki, úgy nevezném, hogy Animus, ami azt jelenti, hogy cselekvésre készíteni valakit. Most gondolj bele, hogy amikor fejlődtél, legutóbb milyen pici buborékot sikerült kitörnöd. Gondolj bele, hogy mire értél már meg, amit szeretnél megváltoztatni. Én egy kacskaringós úton érkeztem ide, a sorozatfüggőségen keresztül, a banki munkán át, Dél-Koreán keresztül, a fekete listán keresztül, hogy megértsem, hogy számomra mi kell ahhoz, hogy folytassam a saját fejlődésemet. Mi kell ahhoz, hogy önmagam irányítsam, és átvegyem a kontrollt a külső tényezőktől. Meg akartam tőletek kérdezni, hogy mi kell nektek ahhoz, hogy úgy érezzétek, hogy készen álltok arra, hogy ti is kilépjetek a saját buborékotokból.